Decensen, egymástól elhúzódva ül ezen a padon a két falubeli. Azért így, hogy bizony szájára ne vegye őket a falu. Pedig ugyan jó alkalom lehet az ismerkedésre és a baráti kapcsolatok ápolására egy jó szilvalekvárfőzés. 20-a előtti hétvégén minden hét szilvalekvárfőző fesztivál, mindig megtartjuk. Ez a mi falunapunk, és ha lehet mondani, nem csak egy falunap, testvértelepülések találkozója, illetve azért itt a környező szatmári települések is be tudnak mutatkozni. Ha egy rendezvény csak nem negyed évszázados, nem volt szabad elmulasztani azt a kérdést sem, hogy mi a titka a szatmárcsekei szilvalekvárnak. Szerintem az, hogy itt egy kis szatmári vendégszeretet, egy kis mosolyt is belefőzzünk. Lehet, hogy többet, mint máshol, mert azért itt nem csak szilvalekvár folyik napközben, illetve fő, hanem kóstoljuk a szilva pálinkát is, és az úgy együtt testére egy egész jó elegyet tud képezni. A megnyitón részt vett Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár elnöke is, aki mondandójában kiemelte a szatmári szilvalekvár közösségformáló erejét. Jó látni azt, hogy évről évre itt vannak települések, nem csak határon belülről, nem csak a szatmári térségből, hanem a határon túlról is. És ez úgy gondolom, hogy azt az összefogást és azt az egységet jellemzi, amely a magyarságot is nyugodtan jellemezheti, hiszen itt, hogyha egy almafát nézünk, akkor egy almafának az ágai lehet, hogy átlógnak a szomszéd kertjébe, és azokat a gyümölcsöket, azokat a szomszéd is élvezi, és valahogy ezt jelzi nekünk is az, hogy valóban itt a határon túli magyarság, azokat a gyümölcsöket, amelyeket lepotyogtat a mi almafánk, azt mindenképpen nekik is élvezni kell, és ez az egység, ez itt Szatmárcsekén megjelenik, és maga a lekvár is egy olyan étel, egy olyan termék, amely abból a különleges szilvából készül, amelyet nem tudom szilvának nevezünk, és amely itt akár az útszélén is megterem. És ez a gyümölcs, ez mind beltartalmi szempontból, mind pedig ásványi anyag tartalma szempontjában egy nagyon különleges gyümölcs. Úgy gondolom, hogy méltó helye van az asztalokon, és méltó helye van magának a szilvalekvárnak is, vagy kell, hogy legyen. És bízom benne, hogy egy-egy ilyen rendezvény azért magát azt az egészséges élelmiszert is népszerűsíti. A 24. Nemzetközi Szilvalekvár Főző Fesztiválra Erdélyből és Párciumból is érkeztek csapatok, de a Tolna megyei Atara is képviseltette magát.